Eszünkbe jut néha éjjel, nem vagy többé, nincs ilyen más. Egyetlen voltál. Vajnai Tiborné, elmentél. Hát elment. Elment örökre. Lelkét a megváltó magához emelte. Mi maradt itt? Mi maradt utána? Fájdalom és könnyek végtelen hulláma. És űr, hatalmas űr, mit itt hagyott, de ő már az Úrtól békességet kapott. Kik itt maradtunk, gyászolunk és sírunk. A fájdalom hullámával nagy-nagy harcot vívunk. A hiány. Mi lelkünket szaggatja és tépi. Miért kellett így legyen? Az ész nem is érti. De szívünk rejtekén, az emlékek között mindörökké itt lesz, lelkünkbe költözött. S míg rá gondolunk, ő is itt lesz velünk, mert emlékeink útján mindig rá lehetünk. Eljön majd a nap, mikor mi is elindulunk, és az Úrnak jó voltából ismét találkozunk. Tisztelt megemlékezők! Emlékezni gyűltünk ma össze elhunyt hozzátartozóinkról, szeretteinkről, akik sajnos már nem lehetnek itt velünk, akiknek hiányát mindannyian érezzük. A halottak napja, még inkább az emlékezők napja, az árván egyedül maradtak napja, a kérdéseikre választ alig találók napja. A sírók, a gyászolók, a tehetetlenül szenvedők, a boldogtalanok napja. Nincs a világon egyetlen ember sem, akinek november 1-én ne lenne olyan elhunyt hozzátartozója, akire gondoljon, akit sírasson, s ne lenne, akiért gyertyát gyújtson. Az elmúlás benne van a zsigereinkben. Árnyékot von egész életünk fölé, s azt vesszük észre, hogy az idő múlásával egyre több síron kell gyertyát gyújtanunk. Lassan, kínzó fájdalmak árán megtanuljuk elhordozni az elválás, elszólítás okozta szenvedést, és megtanulunk nem nélkülük, hanem úgy élni, hogy csak a szívünkben, lelkünkben, emlékeinkben vannak velünk. De amikor eljön halottak napja, amikor gyertyát gyújtunk, hiányuk egyszerre újra feldúlja életünk rendjét. Sebeink felszakadnak, könnyeink elindulnak. Ilyenkor érezzük meg azt, hogy milyen sivár tud lenni az élet, hogy mennyire a halál árnyékának völgyében járunk. Ilyenkor feledjük el mindazt, ami szép, jó, drága, mindent mi öröm, s adjuk át gyakran lelkünket a szívszaggató fájdalomnak. Ilyenkor sejtelmesen hordja szét koszorúk és virágok illatát az őszi barongó szél. Valami nagy szomorúság üli meg a tájat, s valami nagy keserűség tölti be a lelkünket. Gyertyát kell gyújtanunk, virágot kell ültetnünk, könnyeket kell hullatnunk, és emlékeznünk kell. Nagyon sokan imádjuk az őszi táj színpompáját. Gyönyörűséggel tölt el a rozsdás színek kavalkádja,
és amennyiben ráadásul tiszta, napsütéses az alkalom, akkor semmi sem hiányzik abból, hogy átadjuk magunkat a természet eme csodálatos varázsának. Eszünkbe nem jutna egy pillanatra sem, hogy hamarosan lehull ez a lombkorona, melyet aztán a pusztulás képe vált fel, vagyis az elmúlás hangulata. Ezt jelenti tulajdonképpen azt a két pólust, mely közé beékelődik az életünk. Szólhat a pompázó színekben játszadozó őszről, mely ugyanúgy eltölt a természet lenyűgöző látványával, mint az ébredő tavasz, de jelentheti a ködbe burkolózott, hangulatromboló elmúlást idéző őszt is, mely semmi másra sem figyelmeztet, csak azokra, akik elmentek mellőlünk, és hogy nekünk is indulnunk kell majd egyszer. Minél több év van az életünkben, annál többször vagyunk tanulni a születésnek, a fejlődésnek és a halálnak is. A születés csodája, a fejlődés öröme és a halál fájdalma elválaszthatatlan egységet alkot. A változás és a múlandóság végig kíséri lépteinket, és kellő érzékenységgel élve mindennapjainkat, és segít bennünket a bölcsebbé válás útján. Most, amikor elhunyt szeretteinkre emlékezünk, öleljük át azokat is, akikkel még együtt lehetünk. Adjunk magunkból sokkal többet nekik, és ne csak szavakkal, hanem az életünkkel fejezzük ki, hogy mennyire fontosak a számunkra. Hiszen olyan az emberi élet, mint a tengeren hánykolódó hajó. Olyan kicsi, és olyan törékeny. Ezt már az ókori emberek is átérezték, és versekben fogalmazták meg. Az azóta eltelt időben végtelen sokan említették, fogalmazták újra és újra ezt a hasonlatot, de Petőfi az, aki kapaszkodónak egy reménysugárt is hozzátesz. Emlékezet, te összetört hajunk egy deszkaszála, mint a hullám és szél viszája a tengerpartra vet. Milyen igaza van, az a tengernyi esemény, aminek életünk során részesei leszünk, az ellenszélben, az idő múlásában feledésbe merül. Elmúlik az életünkkel együtt. De felszínre jöhet, a megmaradás partjára vetődhet egy-egy emlék. Mennyire emberi és milyen vigasztaló arra gondolni, hogy addig él az ember, amíg emlékeznek rá. Így van ez azokkal is, akiket ismertünk, szerettünk, és így lesz ez majd velünk is. Nem halok meg egészen, szólnak reménykedve hozzánk Horácius szavaival azok, akik településünkön éltek, tanultak, dolgoztak, és már nincsenek velünk. Sokan közülük felfelbukkannak a gondolatainkban, nekünk, akik még ismertük őket. Emlékezzünk ezen a napon azokra az emberekre is, akik szívén viselték településünk és az itt élő emberek sorsát, akik sokat tettek településünkért, azokra a kitüntetettjeinkre, akik sajnos már csak az emlékezetünkben lehetnek velünk. Emlékezzünk egyelettel néhai Tajdi József díszpolgárunkra, néhai Arnold Sándor Tetétlen községért címmel kitüntetett díszpolgárunkra és volt országgyűlési képviselőnkre, néhai Gál Béla posztumusz díszpolgárunkra, településünk egykori polgármesterére. Amikor itt most majd virágot és élőlángot helyezünk el, az élő emlékezet jelképeként kegyelettel gondolunk mindazokra, akiket ismertünk, szerettünk, de azokra is, akikről már nincs személyes emlékünk, csak nevüket ismerjük szüleinktől és nagyszüleinktől. A mécsesek, gyertyák pompázó fénye beragyogja a temetőket. Ahol az emlékező emberek újra kegyelettel adóznak, szeretteik és ismerőseik emléke előtt. E napon emlékezünk azokra, akik barátaink voltak, és gyújtsunk gyertyát azokért is, akik elhagyott sírokban nyugszanak. Ez az a nap, amely sebeket szakít fel, de valójában mégis mindig csak a szép emlékeket idézi fel bennünk. És ma, amikor megemlékezünk elhunyt hozzátartozóinkról, ne legyünk restek felidézni
szavakba önteni, megörökíteni, meghalt szeretteinkhez fűződő személyes emlékeinket. Tegye ezt meg Kiki a maga családjában. A fiatalok is, az idősebbek is, addig, amíg lehet, amíg van, aki elmondhatja, és van, aki meghallgatja. Őrizzük meg emlékezetünkben családunk előző generációinak emberi történetét, jó tetteit, nevezetes mondásait, örömeit, tragédiáit, személyiségük jellemvonásait, és ezek emlékezetét örökítsük át a következő nemzedékre. Ennyit tehetünk csupán azért, hogy ne múljon el nyomtalanul az emberi élet. De ezt megtehetjük, és tegyük is meg, hogy elmondhassuk mi is Ávril Lajossal. Megőriztem gondot, szólást, tréfaszókat, mosolyt megbocsátót, jajt is, hördülőt, névtelen sok arcot, sok felé valókat, utamba jövőket, stova illanókat. Magamba gyűjtöttem mind, amerre jártam, s a lelkembe zártam, mert nem tarthattam vissza a futóidőt. Bojtó Zsuzsanna, nektek néma szavak, suttogások. Fellobbanó gyertyalángok. Keserédes emlékek köszönnek újra, könnyek közt nézünk vissza a múltba. Minden nap hiányoztok, ti elveszett lelkek, kik szeretteinkből porrá lettek. Szüntelen gondolunk rátok, nektek gyúlnak most a gyertyalángok. S ma minden kicsit elhalkul, néma lesz a világ. Nem érzünk már mást, csak gyászt és hiányt. Ma értetek égnek a haloványfények, s bennünk újra fellobbannak a remények.